Szépen ki, illetve feldíszített terem várta a bátorszéki nyugdíjasokat a Petőfi Sándor Művelődési Házban az idei év záró nagy rendezvényén, amit mindig az idősek világnapján tartanak. Mint kiderült, nem készre érkeztek, ők maguk díszítették a termet, amire nagy szeretettel és tisztelettel örvendő elnökük, Margit néni, okkal büszke. Az enyémek nagyon aktívak, ezek állandóan mindig csak segítenek, minden díszítésben, mindenben, hát ezek toppon vannak mindig, és ennek nagyon szépen szeretném megköszönni, így a felvételen keresztül is. Egy közös ebéddel indították a programot a Napsugár Klub tagjai, amit a helyi Talizmán vendéglő készített és szolgált fel, amit mindenki egyébként a saját zsebéből fizetett. No és az ügyes asszonykezek most is elkészítették a maguk édes finomságait, hogy az édességgel, a desszerttel se legyen gond, az ünnepi ebéd menükártyáján ez is ott legyen. Ez alkalomból is érkeztek egyébként vendégek más településekről, a már testvér klubnak számító decsiek mellett. Vannak Alsonyékről, vannak itt nekem klubtagjaim, akik vannak, meg Szederkényből van itt egy, aki idájár udvarolni úgymond, és akkor hát az is mindig itt van. Bátáról van egy klubtagunk, úgyhogy környezetből így vagyunk egy páran. A decsiekkel, mint már említettük, bensőséges a kapcsolat, minden évben kisebb küldöttséggel vesznek részt egymás egyet kiemelt rendezvényen. Külön köszöntötték, és meg is ajándékozták egymást ezúttal is. Jónak látom a Bátorszéki Klub működését, és most hallom, hogy elég sok program van. Én a nyáron is figyelemmel kísértem a interneten, tehát Facebookon az eseményeket, és többször láttam őket, hogy részt vettek különböző városi eseményeken is, ahol nagy tisztelettel fogadták őket, és rendezték őket, és én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy mennyi az önkormányzati támogatásuk, ennek ellenére én úgy gondolom, hogy tartalmas programjaik vannak, és kitűnően működnek. A záró rendezvényen nem a szónak, a beszédnek volt szerepe, sokkal inkább a táncnak, a zenének, mert ezt az összejövetelt az önfeled bulizásnak szánják minden évben a Napsugár Nyugdíjas Klub erre nagyon is hajlandóságot és képességet érző tagjai. Van egy a mulattatásban járatos diszkósuk is, Dudás József személyében, aki egyébként csak neki zenél Bátorszéken. Mindenkinek kívánok nagyon, de nagyon kellemes szórakozást. Egy keringővel nyitnám meg a vállamat, jó szorakadást, bűn, hogy várok rád, mindenki vigye pályát, kedvesít és jó mulatást, köszönöm! Az itt tapasztalt fiatalos lendület aktivitás a nyugdíjasoknak szervezett megyei sportnapokon és az arató versenyen is és más rendezvényeken is jellemzi a bátorszéki nyugdíjasokat, ami szép díjakban, helyezésekben is megmutatkozik olykor, de ez utóbbi nem annyira fontos számukra. Örülök, hogy az idős emberek odaállnak és valamit produkálni akarnak. Ahogyan mindenki kapjon egy oklevelet, így is volt, akik versenyeztek. Meg voltunk Szakályba voltunk, ott arató verseny volt. Én annak idején már gyerekkorom óta, ez 18 éves korom óta kezdtem ezt el. Először egy kis utyos kölökként, de utána belejöttem ezekbe a dolgokba. Először nem mertem közönség elé kiállni, szégyeltem magam, de motiváltak pár, hogy próbáld meg József ezt a motivációt, mert meglátott, hogy lesz sikered és eredményező, és megpróbáltam. Tehát is ráálltam a zenére, rengeteg a gyakorlás van a háta mögött. Az új hullám nem nyerő Józsinál, a retro annál inkább. A koromnál fogva se, és a régi, akik már az 55-60 év körüliek, meg az 58 éves körüliek, azokat meg tudom fogni a diszkószámokat, na persze meg tudom fogni a nosztalgikus slágerekkel is. Az 5 órai tombola sorsolás után hágott igazán tetőfokára a hangulat, jelezvén, hogy a napsütés nélküli napokon is tudnak derűvel élni, létezni, közlekedni a bátorszéki nyugdíjasok, életet adván ezzel az éveknek.